ezt, amit meg te hoztál, ezt meg így ráteszem díszítésnek. Ami kipotyogott, azt megeltünk. A Pannon Amigos bemutatja. Nem tudsz egy jó burgerest? Van itt egy, figyelj! Hozok neked egyet, de addig nézelődjél. Gyere, Ricsike, itt egy jó hely. Nem hoztam. Felsírózni rendesen. Jövőt vagyok, kívánok. De Barni, hogy kell megedni? Száddal. De ha rosszul fogom, megharapom az ujjam. Alsó madárfogás, szányit, harap. Barni, itt lopnak. Ez ekkora, ez ilyen. Itt ilyen a burger, ennyi. Jóét vagyat kívánok. Még jó, hogy az asszony csomagolt egy kis apróságot. Megterítek hozzá, mégis azért legyen valami kukája ennek az egésznek. Persze, kékfestős. Aj, de édesem, te ki, te megteríted az asztalt. Ez zsömli baj, látod? Ekkora zsömli, ha nálunk ekkora a kenyér. Angalica zsír, barátom. Mindennek az alapja. Kardiológusok alapjának, zokognának. Persze, szépen leterítek. Szépen. Úgy, mint a falat. Szíved jó van? Nagyon jó. Egy kis hagymás rostélyos. Na még egy kicsit így. Disznóvágást nem akarsz rendezni? Kis hagymát ráhi. Hát ez egy köbméter drága. Hozzá kis kolbászkorikát. Kolbász, azt is tegyél bele. Te tanyasi boküzdő. Kolozsvári, hát párja nincsen, másfél centit, ha így rádobsz, az még így jobban a, kiadja az ízét. Elveszi az ízét a burgerra. Hát kis pepertő, szóval nem maradhat ki. Ó, hogy ezt, amit meg te hoztál, ezt meg így ráteszem díszítésnek. Ezt egy vagyonért vettem. Te meg díszítgetsz vele. Ami kipotyogott, azt megeltünk. Ó, hogy ragadna a fogad jó, közé, és csak vasvillával tudnád kipiszkálni. Az ilyenekre kéne külön adót kéne. Ez az ember. Egy vizuális környezetszennyezés. Mondjuk a kolbásza finom.